Köszönöm szépen a szót, és nagy üdvözlet mindenkinek. És egy történettel kezdeném, egy saját történettel. Én általában az éjszakai időszakot kiszoktam használni, vagy festésre, vagy bármiféle szellemi tevékenységre is. Valamelyik éjszaka, nem sokkal miután Magdikától megkaptam a fölkérést, hogy nyissam meg a kiállítást, kiraktam egy üres vásznat, és elképzeltem, hogy most én festem az ő képeit. És egy nagyon értékes és különleges kalandban volt részem, ahogy belehelyezkedtem az ő képeibe, és ezt szeretném most röviden összefoglalni. Onnan kezdeném, hogy egy kicsit érthetőbbé váljon a dolog, hogy nem is egészen a végéről, de in medias res, tehát valahonnan onnantól kezdve, ahogy tudatosult bennem, hogy mit is látok bele az üres vászonba, mit érzek bele a kezembe, milyen gondolatokat tapasztalok meg a fejembe, és mikor rájöttem, hogy ez az egész micsoda, ezt szeretném most rögtön az elején elmondani. A következőről van szó. Azt érzékeltem teljesen tisztán, hogy az emberi állapotnak három alapváltozata van. Megpróbálom szemléletesen leírni ezeket. Az első, az talán egy olyan gyermeké, amikor már lehet emberi tudatról, érzékelésről beszélni, egy olyan gyermeké, aki éppen az önazonosságának az első lépcsőfokára lépett föl, vagy éppen még ezt a lépést teszi meg. Tehát még lehet, hogy szóba talán már, vagy nyelvileg ki tudja mondani, hogy mi az, hogy én, de igazából még nem éli át. Egy ilyen tudat számára, és most szándékosan nem embert mondok, mert mondhatnék akár angyalokat is, és mindenféle teremtményeket, mindenféle lényeket, akik a tudatnak ebben az állapotában léteznek. Tehát egy ilyen átélő tudat számára az elválasztottság az szinte nem is létezik. A világot szinte teljes mértékben önmagaként érzékeli. A világ, minthogyha átfolyna rajta, amikor beszél, akkor minthogyha valami felsőbb hatalmak beszélnének rajta keresztül. Amikor néz, akkor minthogyha valami felsőbb hatalmak néznének a szemén keresztül, és így tovább. És amikor gondol, amikor érez, akkor azok a gondolatok, azok az érzések, azok a mindenség gondolatai és a mindenség érzései. Ez az az állapot, amikor egy ártatlan, szerves együttlét van a mindenséggel, egy olyan egybeolvadt állapot, ahol nincs én és más, nincsenek kívülálló dolgok, nincsenek megszámolható dolgok, ez a teljes, tiszta, önmagától értetődő, természetes létnek az állapota. A következő állapot az, amit fokozatosan a tanulással az ember elsajátít, amikor a világ különálló dolgokra választódik szét körülötte, és ezeket az ember megtanulja megszámolni, és elkezd különféle mátrixokat készíteni, receptet gyártani, térképet a saját életéhez, elkezdi leírni fogalmakkal a dolgokat, megismeri, hogy mi az enyém, és utána ebből vezeti vissza azt, hogy mi az az én.
Ezt én úgy neveztem el magamban, hogy ez a térképeknek az időszaka. Teljesen függetlenül attól, hogy a térkép alatt az ember egy valóságos fizikai térképet, vagy egy érzelmi térképet, vagy egy lelki vezetést, vagy egy tudományos koncepciót ért, amire azután az életét rárendezi, de lényeg az, hogy ez a moduloknak, a térképeknek az időszaka. Ezt az időszakot egyébként, ha van oka annak, hogy az ember megszületik ezen a világon, vagy hogyha megfordítom is, azt mondom, hogy ha van oka annak, hogy az emberi lélek és tudat egy világot készít maga köré, akkor az lehet a célja, és az is a célja, hogy ezt az állapotot, a térképeknek az állapotát felhasználja arra, hogy visszanyerje az előző állapotot, a gyermeki tisztaságnak, egyértelműségnek és megfellebbezhetetlenségének azt az állapotát, ahol nincs semmiféle bizonyítékra szükségem ahhoz, hogy bizonyosságom legyen arról, hogy én vagyok, és van, ami van. És ezt az állapotot kéne, akárha a tudomány eszközeivel, a térképek eszközeivel, vagy a művészet eszközeivel, és most itt jön a lényeg, visszanyernünk. El kéne jutnunk, teljesen mindegy, hogy életünknek melyik időszakában, milyen életkorban, vagy milyen élmény hatására fokozatosan-e, vagy netán esetleg valamilyen trauma hatására, mert sajnos valakivel ez így történik meg, de oda kéne eljutnunk, amikor visszavesszük magunkhoz a világot. Visszavesszük a külső világot, a számokat beolvasztjuk magunkba, ez az az állapot, amikor ismét az egy válik a legnagyobb számmá, az összes többi csak tört száma az egynek, mert a térképek időszakában az egyet, mint a legkisebb egész számot tekintjük. De ez az állapot, ahova át kéne jutnunk, ez nem ugyanaz, mint a gyermeki állapot tisztasága, mert a gyermeki állapotban a gyermekkel történik a világ. Ebben az állapotban, ahova el kéne jutnunk, és ahova szerintem el fogunk jutni, ebben az állapotban a világot tesszük. Megcselekedjük a világot. Olyan tisztasággal, mint a gyermekeké. Ehhez kell, ehhez az ugráshoz, ehhez kellett nekem Fazekas Magdolnának a művészete. Az kellett hozzá, hogy elveszítsek mindenféle kényszert, amikor elképzeltem a mozdulatot, ahogy a kezem belenyúl a festékbe, legyen az kadmiumvörös, vagy krómoxidzöld, vagy permanens sárga, vagy bármelyik isteni ragyogás, azt a számító agyat, ami a kezemet vezényli, amikor a palettába nyúlok, és most Fazekas Magdolna képeit festem, azt mentesíteni kellett mindenféle olyan előítélettől, ami bármi előzetes koncepciót, mesélő kényszert, bármilyen narratívát, bármilyen morális predikátumot előírt volna a számomra, hanem egyszerűen csak szabadjára engedtem saját tiszta akaratomból a szemem, megengedtem a színeket leválni a formákról, hogy a színeknek ne legyen többé az a kényszerük, hogy a történetet mesélő formákat szolgálják, hanem egyszerűen csak a szemnek, mint élménynek, és a szemen keresztül a léleknek, mint élmény
alanynak a legnagyobb lehetőséget nyújtsák ahhoz, hogy ezt a gyönyörűséget, ami abból ered, hogy a világ van, ezt átélhessem. És nem láttam semmi mást, először csak a színek voltak. Nem volt tárgy mögötte, nem voltak emberek, nem voltak szobabelsők, nem voltak tájak, nem voltak csendéletek, semmiféle verbális tartalom nem létezett, csak a színeknek ez a hihetetlen szabad vibrálása, ami azután a saját szabad teremtőtől származó akaratomból összeállt emberi arcá, de ezt már én cselekedtem vele, én teremtettem magamnak újra a világot. Összeállt emberi arcá, összeállt virágszirommá, falevéllé, fűszállá, egy szelet kenyérré, és nem csak ezzé, hanem összeállt a világnak a szerkezetévé, alapkővé, oszloppá, oszlopfővé, oromzattá, az egész világ építményévé állt össze, ami én magam voltam. Ez az az állapot, amihez nagyon kevés eszköz tudja eljuttatni manapság az embert. Akinek van lehetősége olyan művekkel találkozni, mint Fazekas Magdolnáé, az kérem, használja ki ezt a lehetőséget. Használja ki a világ átélésének és átölelésének azt a tudatos, önakaratból történt, tiszta, megfellebbezhetetlen módját, ami már nem az öntudatlan gyermeké, hanem a tiszta elszántsággal és mélységes szeretettel rendelkező bölcs embernek az a gesztusa, amivel visszaveszi a világot magába. Édesapám kifejezését használva énesíti a világot. Ezt a világot az ember bárhová el tudja vinni magával, bármikor formálhatja a benne lévő eseményeket, csak hinni kell benne, hogy ez lehetséges, még akkor is lehetséges, hogyha az embernek már nincsen szeme, hogy lásson, vagy nincsen szíve, ami dobogjon, de az ember akkor is létezik, mert nincs olyan, hogy valami van, és én nem vagyok. Ezt az állapotot kívánom mindenkinek, ezt az állapotot Fazekas Magdolna, ha nem kimondottan is, de szemmel láthatólag ismeri. Szavakba öntve ez bizonytalanságot szül, de amikor ő ezt festményekbe önti, akkor a bizonyosság, és itt az áldás, az már nem csak Fazekas Magdolnáé, mert bizonyosság van, hogy ez az állapot létezik. A bizonyosság arra, hogy ez az állapot létezik, az pedig pontosan az, hogy a világ így van, ahogy van, és nem lehet másképp, és a világ így gyönyörű, ahogy van, mert nem lehet másképp. Nincsenek párhuzamos világok, csak teremtés van, és világ van. És ez a teremtés Fazekas Magdolna képeiből, rajzaiból, festményeiből teljesen függetlenül attól, hogy mit ábrázolnak, folyamatosan sugárzik. A teremtés önfelett öröme, és nem a teremtésnek, mint egy külső cselekvésnek a megtapasztalása, hanem mint egy tiszta, önmagából fakadó tettnek az belső megélése, úgy sugárzik ez ezekből a képekből. És amikor ez az állapot megtörténik, akkor bármi megtörténhet. Akkor az ember rájön, hogy minden, ami addig térképként, szóban,
képben, hangban, számokban jelen volt az életében, ami addig irányította az életét, az mind csak eszközzé vált. Erre jön rá az ember, és arra, amire én is rájöttem, ami miatt van egy Fazekas Magdolna festmény, ami számomra az egyik kedvenc, és az ezúttal nincs itt, ezen a kiállításon. De nem is kell itt lennie, mert ahogy az elején mondtam, a valóság rétegei nem élesen választódnak el egymástól. A képzeletbeli valóság, valóság értéke csak a jelenlét intenzitásában, a tapinthatóságban különbözik attól, amit most mi itt közösen tapasztalunk. Tehát én most becsukom a szemem, és az marad velem, ha akarom, aminél többre az embernek talán szüksége sincs ahhoz, hogy gyönyörködhessen a világba. Az a valami, pedig ennek a festménynek a címe, nem marad más, mint fák, virágok, fények. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.